intelligensen kell tüntetni, és nem úgy kell tüntetni, hogy Orbán takarodj, hanem miniszterelnök úr, arra kérjük Önt, hogy üljön le velünk beszélgetni. Mikor volt ilyen utoljára, hogy leült egy ilyenre? Egy hónapig éltünk a küszöbén a miniszterelnök úrnak a háznánál. Egy hónapig, 2013. szeptemberében. Én és itt nagyon sokan köszönjük. És nem is köszönt nekünk. Úgyhogy Ön nem tudja, hogy most kiről beszél. Mert mi már tudjuk. Mert a küszöbén éltem az Orbánnak. Az Orbán takar, hogy az meg azt hiszem, hogy itt nem lát ilyet. Tehát mi az Orbán Viktorral beszélgetni szeretünk volna, mert látjuk, hogy ő a mi reménységünk, hogy ő majd nekünk tud segíteni, mert azt mondta, hogy a bankok átverték az embereket. És mi történt? Figyelembe se vett minket. Éhség sztrájkoltunk 3 napig, és utána olyan hölgy, aki öngyilkos volt, 1 hónapig ott élt a küszöbén egy sátorba. És a miniszterelnök úr arra nem volt hajlandó, hogy odaálljon, és azt Mocskos mondja, hogy hölgyem, mondja el, mi a problémája. Ja, én csak ennyit szeretnék mondani. Én annyira politikus, tudom, ne haragudjon, annyira nem hazudsz, mint csak ők. Csak a Vona Gábornak az első embere, teljesen mindegy. De ezt a vízról a papíron, ennyi. Na, ezt a műfajt ebben az országban, ebben a városban nem lehetne megengedni. Hát ilyen rabló kormányunk még nem volt. Hogy nem állnak Önökhez szóval? Kértük szépen, nem álltak. Én olyan emberre nem állok szóba, aki nem köszön előre, és nem mondja, hogy bocsánat, mikor rálép a lábamba. Hát ők ráléptek, ami lábunkra rendesen. Hát ők sem kérnek bocsánat. Rálíptek, rendesen a lábunk. Mostanában készen vagyunk itt. Nézem, hogy a félig kintene házában... Hát, mert 15.